Korábban beszámoltunk róla a híradásunkban, hogy Benéné Kecskeméti Anikó nyugdíjba ment. A Csokonai úti tagóvoda vezetői feladatát Rausenberger Gáborné látja el. Hírstúdiónkban vele beszélgetünk terveiről. Mai vendégünk Rausenberger Gáborné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti tagóvodájának tagóvoda vezetője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm én is a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a televízió nézőit én is. Rendhagyó módon indult a 2020-2021-es nevelési év a Csokonai óvodában, több szempontból is, de a legfontosabb változás, hogy ön lett a vezető. Kérem, hogy mutatkozzon be, és beszéljünk arról egy kicsit, hogy hogyan fogadta a kinevezését. Rausenberger Gáborné vagyok, Ferenci Róza, gyermekeknek Rózsika óvónéni. Karcagon születtem egy három gyermekes családban, második szülöttként. Pályaválasztásomkor édesapám nyomdokaiba léptem, női férfi gyermekfodrász lettem, majd édesanyámtól örökölt, vagy példamutatása által a feltétlen gyermek szeretetéről volt híres, és ezért úgy döntöttem 2006-ban, hogy óvodapedagógus szeretnék lenni. Ezért a családom támogatásával jelentkeztem a Szarvasi Főiskolára, amelyet 2009-ben végeztem el. A három éves gyakorlatomat a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti óvodájában tölthettem, amely egy csodálatos három év volt, kiváló óvodapedagógusok segítségével, támogatásával végezhettem el a gyakorlatomat. 2010-től dolgozom az óvodában, óvodapedagógusként, először a Kinizsi úti óvodában, majd a Takács Péter úti óvoda és a Táncsics körút 19-es számú óvodában dolgozhattam. 2018-tól intézményem támogatásával újra tanuló lehettem, jelentkeztem Szarvasra, Gál Ferenc főiskolára, ahol szakvizsgázott fejlesztő óvodapedagógus vizsgát tettem. 2020. június 2-án írták ki a Csokonai úti óvoda tagintézmény vezetői pályázatát, amelyre komoly, megfontolt döntéssel pályáztam, ugyanis át kellett gondolnom, hogy a rövid távú terveimet vagy a hosszú távú tervemet helyezem magam elé, ugyanis egy csodálatos csoportot hagytam ott a Táncsis körút 19-es számú óvodában, akikkel rengeteg élményt éltem át. Viszont szakmai kihívás, egy szakmai előrelépést jelentett a tagintézmény vezetői állás, ezért úgy döntöttem, hogy június 15-ével beadom a pályázatomat, amelyet pozitív elbírálás követett, és nagy örömömre szolgált, hogy pozitívan bírálták ezt el, és szeptember 1-től betölthettem ezt a pozíciót. Számos feladat volt a nyári időszakban is az óvoda életében, nyilván már ön is részt vett a koordinálásában, főleg a nyár második részében. Mit lehet erről tudni? Elsősorban most arra gondolok, ugye a kialakult járványügyi helyzet egy teljesen új szituációt teremtett az intézmények életében. Hogyan zajlott? Mi volt az, ami mondhatni, hogy bevett járványügyi protokoll volt, és mi az, ami a nevelési év megkezdésével is fontos szempont, és be kell tartani az óvodások, illetőleg az óvodai életben? A nyári élet az óvodában rendkívüli volt, csak két hétre zártak be a tagintézmények. A két hetes szünet alatt a nevelés segítő munkatársaink a teljes fertőtlenítő nagytakarítást elvégezték, és azóta is folyamatos a fertőtlenítés az intézményekben. Szeptember 1-től normál működési üzemmódban nyithattuk meg óvodáinkat, viszont a kormányrendeletek és a jogszabályi változásokkal intézkedési tervet adtak ki vezetőink, amelyekből néhányat szeretnék most elmondani. Először is minden óvodába csak egészséges gyermek és felnőtt léphet be. A bejárati ajtókhoz felszereltük a
érintés nélküli kézfertőtlenítő eszközöket, amelyeket kötelező használni minden belépőnek. Szeptember 21-től a teljes orr- és szájeltakarását használó maszk használat kötelező minden felnőtt számára, és a 6 év feletti gyermekek számára. Október 1-től minden belépőnek mérjük a testhőmérsékletét, az országos tiszti főorvos által kiadott mértéket nem haladhatja meg, ami most úgy emlékszem, hogy 37,8 Celsius fok, tehát csak az léphet be, akinek alatta van a hőmérséklete. Kanyarodjunk egy kicsit vissza, és talán a beszélgetésünket azzal a gondolattal zárjuk le, hogy mi az, amit ön, mint újonnan kinevezett vezető a Csokonai Útiódában mindenképpen meg szeretne valósítani, célul tűzött ki. A Csokonai Úti Óvoda városunk legrégebbi óvodája, 1875-ben épült, folyamatos felújításra szorul. Ezt mindenféleképpen szeretnénk szem előtt tartani, hogy megtartsuk ezt az értéket. Nevelőtestületünk optimális személyi feltételre rendelkezik, 4 új dolgozó van, akik nagyon hamar bekapcsolódtak és beilleszkedtek ebbe a jól működő csapatba. Mosdóinkba most kaptunk új törölköző és fogmosó tartó polcokat, és gyönyörű függönyöket vartak a kis vicéink elé, amely a gyermekek intimitását is szolgálja. Nevelési gyakorlatunk Nagy Jenőné óvodai nevelés a művészetek eszközeivel program. Ez a művészetek és a néphagyományőrzésre alapoz, melyet mindenféleképpen szeretnénk megtartani. Intézményünk akkreditált, kiváló tehetségpont, ezért óvodánkban is tehetséggondozó műhelyek működnek, és az idén is sikerült 3 tehetséggondozó műhelyt beindítanunk. Egy testi kinesztetikus gyermektánc műhelyt, az apró lábak gyermektánc műhelyt, amelyet Kunné Nánási Mónika fog vezetni. Az apró kezek kézműves tehetségműhelyt, amelyet Krézné Szabó Katalin fog vezetni, és a szólószőlő anyanyelvi tehetséggondozó műhelyünket Pintér Dóra kolléganőm fog vezetni. Nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezendő évekhez. Nagyon szépen köszönöm. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt.